Isten hozta újra nálunk bíró! Részemről a szerencse, asszonyom! Azt hiszem, lelövöm, Ragyó! Ne célozzon rám! Így jár az, aki a tilosba bujkál! Megőrült! Csak nem találtam el. Az ördögben is miféle éretlen csínyez? Na, jöjjön, csak jöjjön. Mindig ez szórakozik, mire lövöldöz? Csak úgy pufogtatok. Ha megengedi, asszonyom? Régi ismerősünk. Hol vagyok? Itt! Mára befejeztük a mulatság. Hogyha meg, mit csináljak az Istenért? Vendég? Senki, minden jó barátom nyaral. Tessman? Nincs itt? Nincs. Alig, hogy megebédelt, rohant a nénikhez, későbbre várta magát. Ó, hogy én erre nem gondoltam. Szavár. Miért? Mert ha gondolok rá, akkor még korábban. Nem talált volna itt senkit, odafönt öltözködtem. Esetleg találtam volna egy kis rést az ajtón, hogy azon keresztül társalogjon. Maga felejtett el gondoskodni erre. Én ostoba szamár. Nincs más hátra, mint hogy itt ülünk és várunk, mert Tessman aligha siet haza. Isten bizony, nem leszek türelmetlen. Mire gondol? Mire gondol? Én kérdeztem előbb. Nos, mit szólna egy kis meghitt csevegéshez, madám? Egy örökké valóság óta nem beszélgettünk, az a tegnap esti, meg ma reggeli párztó nem számít. Hát persze, így az igazi, négy szem közt, kettesben. Így? Tudja, hogy én magát minden nap haza kívántam? Tudja, hogy én minden nap haza kívánkoztam? Ugyan, igazán? Pedig azt hittem, hogy Tessmanné pompásan érzi magát a nász útján. Micsoda szó? No. Tessman minden levelében erről áradozott. Tessman! Tessman számára a legnagyobb kép öreg könyvtárak porába turkálni és régi pergamenteket lapozgatni. Ha egyszer evékből teremti őt Isten a világra, legalábbis elsősorban evékből. Én megértem, de barátom, én rémesen unatkoztam. Ugyan? Igazán? Képzelje csak el, egy jó fél éve nem találkoztam senkivel a műköreimből, nem beszéltem egyetlen egy szót sem arról, ami érdekel. Hát igen, igen, kínos a társtalanság. Na, a legesleg borzasztóbb. Mi az? Kényszerű összezártság, folyton folyvást ugyanazzal az egy személlyel. Reggeltől estig, ébredéstől lefekvésig. Képzelem. Mondom, folyton folyvást örökké. Na jó, de hát azért a mi derék Tessmanunkkal. Tessman barátom szakember. Egyoldalú szakember. Kétség. És a szakemberek fárasztó úti társak, legalábbis hosszú távra. És még az olyan szakember sem kivétel, akit... Szeretünk? Na, ne használj azt az émeitő szót. Miért, madame? Próbálnál csak meg maga egyszer, hogy reggeltől estig művelődéstörténeti előadásokat hallgasson. Folyton folyvás. Különös tekintettel a Brabant háziiparra, az a legeslegborzasztó. Mondja, akkor voltak éppen mire magyarázzam, ahogy... Ha? Én férjhez mentem Jörgen Tessmanhoz? Igen. Olyan különösnek találja? Igen, és meg nem is, madame Hedda. Nos, térdig letáncoltam a lábam, a bárizene pedig mindig ugyanaz volt, és soha nem is akart változni. Belefáradtam a bálozásba, barátom. Elszállt fölöttem az idő. Nem. Erre nem akarok gondolni. Nincs is okom. Okom! Jörgen Tessman személye mindent megmagyaráz. Józan, köztiszteletben álló, megfontolt, korrekt ember. Persze, korrekt és alapos. Hogyne? Ez az alapos. És még csak nem is nevetséges, ugye? Nem mondanám. Na látja, szorgalmas gyűjtő úgyis, mint történész. Lehet, hogy sokra viszi még idővel, csak győzzük kivárni. Én azt hittem, hogy mint mindenki, maga is feltétlenül bízik a sikeres jövőjét. Persze, hogy bízom. És mivel ő meg erőnek erejével gondoskodni akart rólam, nem tudom, miért utasítottam volna vissza. Na jó, hogyha így veszünk. Ez jóval több volt, mint amit bármelyik fódolom kész volt felajánlani, kedves bíró. No, én a többiek nevében nem nyilatkozhatok. Ami engem illet, jól tudja, magam részéről tiszteletteljes tartózkodásra viseltetek a házasság intézménye iránt. Elvi alapon, madame Hedda. Én magára soha nem is számítottam, bíró. Én mindig arra vágytam, hogy legyen egy sereg jó barátom, akinek tanáccsal és tettel egyaránt bizonyíthatom rendíthetetlen hűségemet, és ezért házuk mindig nyitva áll előttem. Mint a férj barátja? Őszintén szólva inkább az asszonyé, de sorrendben természetesen mindjárt utána a férjé is. Az ilyen, hogy is nevezem, háromszög. Alapjában véve mindegyik félnek kellemes. Bizony, néha nekem is nagyon hiányzott egy harmadik, azok a szörnyűséges órák kettesben, egy kupéban. A nászút szerencsére véget ér. Nem, még hosszúnak. Nagyon hosszúnak tűnik az út. Csak egy kis megállóhoz érkeztem. No, hát akkor most szálljunk itt ki egy kicsit.
Mozgassuk meg a tagjainkat. Én nem szállok. Sohasem? Ne. Mindig akadhat valaki. Aki megbámulja a lábunkat, erre gondol. Pontosan erre. Édes Isten. Ez nem az én esetem, bíró. Akkor inkább maradok ugyanabban a kupéban, kettesben. És ha beszáll a párocskához egy harmadik? No, látja, ez mindjárt más. Egy megbízható, megértő jó barát. Szórakoztat, felvidít. És az egyoldalú szakember éles ellentéte. Látja, ez már sokkal kellemesebb. Ezzel kész is a háromszög. És mehet a vonat tovább.